Szecsárdon születtem, szüleim nagy szeretetben és érzelmi biztonságban neveltek fel a testvéremmel együtt. Már az általános iskolába átgondoltam, és eldöntöttem magamban, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és az érettségi után jelentkeztem, és felvételt nyertem a védőnői szakra. Abba biztos voltam, hogy itt szeretnék állást kapni, és itt szeretnék dolgozni. Nagyon korán rájöttem arra, hogy ehhez a hivatáshoz egy nagyfokú alázat, egy ember szeretet és egy empátia szükséges. Anélkül ezzel ebbe a szakmában nagyon nehéz lett volna boldogulni. Az elmúlt 45 évem alatt voltak sikerek, voltak kudarcok, voltak nehéz pillanatok. Talán ez a szakma velejárója is, hiszen sokféle családdal, sokféle élethelyzettel és még többféle elvárásokkal találkoztam nap mint nap. Éveken keresztül voltam oktatóvédőnő. A védőnő hallgatók államvizsga előtti gyakorlati oktatásában vettem részt. 2006-ban felkértek a szekszárdi egészségügygondnokság vezető helyettesének, ami plusz feladatot adott a védőnői munkám, területi munkám mellé. A hivatásomat későbbiekben sem kívántam feladni, de nyugdíjazásom még részt vettem ebben a feladatban. Olyan, ezt akkor most gyorsan elmondhatom, hogy csörgött a telefon, fölvettem, parancsoljon, mit szeretné, és akkor bemutatkozik. Ahogy mondta a nevét, én már rögtön tudtam, hogy ki az anyukája, tehát úgy ki az anyukája, hogy hívják az édesanyját, hol laknak, mikor született, február 28, még azt is tudtam, hogy 78, február 28. Gondolom, hogy jó munkaközösségben lehet hatékonyan dolgozni, ez nekem megadatott. Nagyon jó kollektívába és egy nagyon összetartó védőnői kollektívával dolgozhattam együtt. Ezt most a kolléganőknek külön is szeretném megköszönni, mert nagyon jó volt velük együtt dolgozni. Ez a díj megerősít abban, hogy jó döntést hoztam 45 évvel ezelőtt. Itthon lehettem eredményes a munkámban és boldog a magánéletemben. Köszönöm szépen!